Köszönjük szépen, köszönjük szépen! Beregjen a műsor tovább! Hát kedves közösség, úgy látom, hogy Popeye már jó be van állítva. Mondhatnám azt is, hogy pályán van, mint a műhód. Hát Popeye, nem kell nekem kitekelni. Megyek ki magam. Maradj már rossz rizsáddal, van, mindjárt búrádba beledúrnak. Elmondok, hogy két történetet is te kaptjátok. Kivittem a csajt a Lupa-szigetet, nagyon jó picsa, hatalmas dudája volt, bazdmeg. Mondtam a csajnak, bukjál rá! Nem akart rábukni, megcsaptam, rábukom. Mondom, figyelj neki, ide, mozi színésznő, harapsz, kinyomom a szemedet, bazdmeg. A nagyba baszom a csajt, bazdmeg a két keresztje, bazdmeg a kétkerekű kamion tolom be a harci szatyorba, a lányulok, megsegulom, beszart. Mondom, mi az, elél veszél a különbözőt. A másik van, ha hiszed, ha nem, merjem én oda bele a saját fülembe. Jó a Riza, mi beszartunk a kurva anyátokat. Bennül a csaj a borozomba, nagyon látsz, jó szipkái voltak a kurva anyát. Kicsit nem volt bennőve a tákoljáról, meg a diójáról, ha kezdték, bazd meg. Meg a férfi zakon fönnakadt, bazd meg a nyelesz fészűbe. De oda szóltam neki, mondom, figyelj, mindjárt szétbasztak, bazd a darabokra. Olyan lesz, mint a Pázli bácsi, bazd, úgy kell utána összerakni a kurva anyát. Visszaszól a szakadék, maradj be azzal a kicsivel. Na figyelj, nézd csak, előkaptam a rémisztő nagyot, bazd a szamár bőget. Ezeket kicsi, ha bepolyáznám egy hóbortosnak, megkeresztem a kurva anyát, bazd. Ha figyelj, na. Gyere, öcsi, nyomd a rizsát tovább, mert megkínálom az adatokat. Köszönjük Popeye-nek, köszönjük szépen. Hát talán ezt kihagytuk volna a mai estéből, de hát aki ilyen erős ember, attól természetesen mindent elhiszünk. Hát kérem tisztelettel... Csak erős vagyok, jól kurok. Én azt látom a fején is. No.